Vizsga után Balog Elek szikjére kerültem, ki a korhány mellé. Két kis fekete malacunk volt. Magam után kapattam őket, és dünnyögve követtek mindenüvé. Itt már szalmából volt a kunyhónk, összehányvas bizony, ha valami nagy zápor jött, úszott bennem minden csanakunk. Anyám akkor nyáron nem volt állandóan kinn. Hét közepén azonban mindig megnézett bennünket, megfoltozta a ruhánkat, ételt hozott, elment mezőgyámba gyümölcsért, és megrebbenő szemmel figyelte apám fáradtságát. Csak a nagy melegségtől van, mondta apám, majd elmúlik. A szikvilág nyár végére porrá égett. Sehol se volt egy fa se, csak sárga, tallók és forró, kegyetlen ragyogás. Olyan, hogy még a kutyate is elszáradt. De elmúlt mégis ez a nyár is. Mikor augusztus utolsó heteiben hazamentem szalontára, a két kis fekete süldőt kétszer is vissza kellett zavarnom. Dünnyögve is ríva futottak utánam az úton. Szent Mihály napra apám Puszta Pándra állott be cselédnek. Ott már lakást is adtak, s anyám is kiköltözködött, ott hagytuk a kajtorházat. Én nagyanyámtól jártam iskolába. A tanítómat Lehocki Józsefnek hívták. Aztán nem sokkal, hogy véglegesen beültem az első padba, meghalt szegény. Mikor az osztályunk gazdátlanná vált, egyszer berontott hozzánk Borbé László tanító, tombolt és kiabált, engem kirántott a padból, rám fogta, hogy beszaladtam az első osztály tantermébe, és rettenetesen megvert. Még a keze között voltam, mikor kitudódott, hogy nem igaz, amit rám fog. Ez a Borbé László itt lakik ma Budapesten. Majd, ha meghal, hozzá tartozói koszorút visznek reá. Én nem. Nagyanyám szintén a Malom utcában lakott akkor, a bordásházban. Szegény, szegény kis nagyanyám. Magam előtt látom ma is, amint fáradtan, görbén, öregen, 69 éves volt, jön haza, hangtalanul leül, és rázogatja a két kezért, mert kiette a lúg és a szóda a Weissbrunék mosódézsája mellett. Sokszor kenegettem fagyúval neki, és megfúkáltam ujjainak égő sebeit. Ilyenkor panaszkodott nekem, hogy rossz az élet, és hosszú. S úgy panaszkodva feküdt le, egy-egy kicsit sírdogált, és úgy aludt el. Hajnalban zaj nélkül kelt. Oda készítette a szelet kenyeret nekem, s újra elment. Néha késő esténél hamarabb hazajött, lámpagyújtás előtt. A verős ruháját kiszedegette a kaszliból, és száraz szemekkel hangtalanul zokogott fölöttük. Néha még beszélgetett velük, mintha Verussal beszélgetne. Én riadtan és szomorúan állottam meg a fájdalma előtt, vagy lassan kimentem a kicsi szobából az utcára, s csak akkor mentem haza, mikor gondoltam, hogy már aggódik értem. Szegény, szegény kis nagyanyám! Fáradt nyögéseid és hangtalan sírásait ma is hallom, és látlak a sparhelt mellett összegörbülve, amíg aszott kedves kis arcot a kiázott két tenyeredbe süpped. Sirattad Verust, sirattad az életed. Az életedet, amit napról napra, óráról órára koptattál, a mások dagasztó teknője és mosódézsája mellett. Két sovány kezed,
hányszor súrolhatta mások úri szobáját, míg neked csak egy dohos apró lyuk jutott, ahol szörnyű öregedésedet tengetted addig a percig, míg ki nem hult sebes ujjad közül a súroló kefe. Ma már hiába keresem a sírod, nem lelem. És nem lelem a verusét sem. A temető, ahol pihentek, liba legelő lett, disznók turkálják, de a néhány akácfa, ami még áll, tavasszal még mindig virágzik. Nem lelem a sírotokat, nem állíthatok síremléket, de ím oda búvok mellétek, és súgom, hogy az elesettek, a kisemmizettek jogaiért és szabadságáért, én már elindultam, s az úton utánam az új élet forradalma zajlik. Ez az új élet, és ez a forradalom legyen a ti sírkövetek. Más nem adhatok. A karácsonyi vakációt abban az évben pánt pusztán töltöttem, Marci háza mellett. A kastély a falu szélén állt, nagy kerttel és hatalmas fákkal. Nekem mesebeli vár volt. Addig nem láttam kastélyt. Egy bivajos szekér tengelyig érő sárban ment be Pándról, Marci házára a két ünnep között újévi konvenciósóért, és én belementem. Akkor láttam a kastélyt. Meg is csodáltam. Szép volt. Sárgállott ki a fenyők közül. A kastély ura Zsilinszky Endrének az édesapja volt. Azon az utamon láttam akkor őt is, először és utoljára. Nem tudom megmondani, milyen volt. Már elmosódott előttem. Bajcsi Zsilinszky Endrére abból az időből úgy emlékszek, mint fiatal, veresképű úrfira, aki mindig vágtatva lovagolt. Olyan hatalmasnak képzeltem őt akkor, hogy tán, ha megszólítana, előtte a földbe süllyednék. Hát hogyne? Egy hatalmas földbirtoknak, kastélynak és egy kis félfalunyi cselédségnek az ura, parancsolója, szép csizmában, lovagló ostorral, és olyan lovon, ami alig fér a bűribe, s egy szegény, konvenciós cselédnek a harmadik elemista fia, akit az első pad cipősei alig akarnak bevenni maguk közé, s aki csak a szintetőről látta még a legtávolabbi világot. Bizony, ha megszólított volna akkor tájt, földbe gyökerezett volna a lábom. Ő volt a lovagló úri Magyarország, én meg a népi Magyarország. S a népi oly kicsi volt még akkor, mint amilyen kicsi én voltam. Amíg Endre hajkázta vadlovait a búzaföldeken, nem is sejtette, hogy a majorunkban, egy cselédlakásban, egy cseléd gyerekiben az új népi Magyarország gondolata készül tudattalanul, de az Isten is a történelem törvényei és tervei szerint. Akkor még oly távol volt tőlem Budapest, mint a húsvét szigetek. S valóban a táj és a mi világunk akkor még csendes óceán volt, tele az úri Magyarország kastélyos, szuronyos támaszpontjaival. Mondom, akkor évben puszta pándon ünnepeltem. A cselédlakás, ahol laktunk, hátulsó lakás volt. Az ablak a disznó ólakra és ganédombokra nyílott. Emlékszek jól elakásra, mert benne a vizes, kóró ízek füstje mindig majd megfojtott bennünket. Apám az időben már bennben maradozott, hatalmas válla és háta előre roskadt. Anyám járt ki helyette dolgozni, hogy a konvencióra és a lakásra jogalapot teremtsen,
De ott, ahol nagy erős emberek is meg-meghátráltak, nem sokáig bírta. Emlékszek rá, hogy miként viaskodott kimerülten szegény. Meg akartam minden áron tartani a helyet apám gyógyulásáig. Az hiába figyelmeztette, hogy minden akarat és küzdelem hiába, mert az ő számára érzi, megnyittatik nem sokára a korai sír. S a majorból akkor úgy is vadulni kell. Láttam őket este sokszor, hogy csak a mécs fényébe bámultak fáradtan és tehetetlenül. Apám néha-néha azért még megpróbálta a lehetetlent. Összeszorította a fogát, és kitántorgott az istállók felé. Mindannyiszor ölbe hozták bé. Ilyenkor levágta magát a fekvőhelyére, a falnak fordult, és napokig nem szólt. S anyámnak ápolnia kellett, helyette az iskola hagyott testvérbátyám ment kidolgozni, hogy megmaradjon a jog a konvencióra. Így ment el ez így a tél végéig. Akkor aztán elkezdődött a hercehurca. Jött a pusztagazda, a kulcsár, s az úri támaszpont minden kutyaütője, és veszekedtek. Mondták, hogy nincs kegyelem tovább, menni kell ki a lakásból, el a majorból. Anyám nem tágított. Hivatkozott arra, hogy dolgozik ő is, és dolgozik a nagyobbik fia is. Kettőnek a munka ereje mégiscsak kitesz egyet. Hasztalan. Hivatkozott emberségre, lelki ismeretre, mint hiába. Akkor még egyszer apám egy utolsó erőfeszítést tett, megpróbálta azt, mivel bizonyosan maga sem bízott, az utolsó lendület volt ez. Újra kiment. Mit ért vele szegény? Azt, hogy az utolsó, végső kis reménye is széllyel foszlott. Verejtékesen és viassárgán vitték be újra. Utána megadta magát, és nem volt többé se akarata, se szava az élet felé. Anyám se bízott többé, s a puszta gazda örömmel adta a lóigát, hogy végre megszabaduljon tőlünk. Emlékszek rá, ahogy költöztünk. Apám bundában ült fenn a bútorok tetején, sipkája hosszan felhegyes lett, néha előre bukott, néha hátra vágódott. Mindegy volt már neki bizony. Vitte a kocsi az egyenlőség birodalma felé, minket pedig ismeretlen küzdelmek közepibe. Ez a kép maradt meg bennem legjobban apámról. Leszakálasodott, arca sárgállott, mint a viasz, s verejtékezett. Szeme elbolyongott a tájon, ami mindenfele a másé volt, és neki nyugalmat sose adott. Hazaköltöztünk, vissza Szalontára. A Kóra néni házába, a Váradi útra. A testvérbátyám Jancsi kimaradt Pándon, hogy biztosítsa a negyedrészt konvenciót. Ő tehát már elkezdte ott, ahol apám félbehagyta. Pár év múlva ő is oda került apám mellé, hogy együtt nyugodjanak. Rajta kívül egy öcsém és egy húgom volt még. Jó pár hét múlva aztán újra költöztettük apámat. Két ló húzta a kocsit. Koporsójára nekem is kellett pár göröngyöt dobnom.
Oda került apám, ahonnan semmiképpen se tudta volna kiköltöztetni Havran gazda. Bizony. Én belőlem is elszállt a nagy bizalom, ami apám lendületével született meg bennem a szélső tanyán, amíg a menykő kékes színű tűzzel verte a kútágast. De azért az első padot csak megtartottam. Sőt, az első padban is az elsők között voltam, s akkor nyáron, vizsgakor, egy 5 koronást kaptam ajándékba. Már jól bent voltunk a nyárban, mire anyám fölocsúdott, és megértette, hogy most már magánosan áll. Nagyanyám pátyolgatta és bíztatgatta szegényt, hogy el ne hagyja magát, mert akkor vége az életnek. És anyám megértette, s azon túl szakadatlanul súrolt és mosott a két keze neki is, mint nagyanyámé. Együtt jártak súrolni, meszelni, kenyeret sütni, mosni, és hentesekhez beletisztítani. Aztán már láttam sokszor az anyám kezét is kisebesedve. Vizsga után én is kereset után néztem. Egy ideig téglaadogató gyerek voltam Kun István fuvaros mellett. Az új gimnázium építésére hordtuk a téglát hajnaltól késő estig. És aztán bizony láttam és éreztem én is az ujjamat kisebesedve. Ennyi közöm legalább nekem is van a szalontai gimnáziumhoz. Később a cserépgyárba jártam. Az égetőből hordok ki a cserepet naponta 10 fillérért. A két kezemre két nagy bubát pólyált anyám rossz rongyokból. Igen, mert véresre koptak ott is ujjaim a cserepektől, s az ilyen seb úgy éget, mint a tűz, ha hozzáért bármi is. Én mégis megelégedett voltam, mert a 10 filléreket rakosgattuk csizmára összefele, őszre, ha iskolába megyek. Nem tudhattuk, hogy anyám tud-e arra is keresni. A játék akkor már olyan távoli valami volt nekem, amitől én mindörökre elszakadtam. Tudtam azt is, hogy hiába verekedtem annyit az első padért, nekem nem jelent semmit, mert az én utam nem a cipősök útja, az én utam lefelé vezet, abba a világba, ahol hatalmas vállaival összetört az apám. Tudtam, hogy ilyen forma sors vár én rám is, vagy legjobb esetben az, hogy 7-es lehetek valamelyik sárga kastélyban, és kipucolhatom az urfiak csizmáit, hogy ragyogjon a sétalovaglásban. Ennél nagyobb közelséget akkor még nem igen tűrt meg a mi osztályunk fele az úri Magyarország. Ami már hanyatlóban volt igaz, de utolsó őszi virágzását is akkor élte. Jaj, bizony! Aki cserepeket hord az égetőből, az anyja meg mosni jár, az ne vágyakozzon túlrepülni a táj pici tornyain. Mert hiába ad az Isten a repüléshez szárnyakat, ha pénzért kell megváltani a repülési engedélyt. Néha-néha szóba jött anyámmal olyasmi, hogy bizony jó volna tanulnom, ha már az első padban ülök, de az ilyen beszédnek mindig egy-egy fáradt kézlegyintés lett a vége. És jött az ősz. Én elmentem a 4. elemibe, anyám és nagyanyám meg együvé költöztek a kósaházhoz. Ketten egy szoba árendáját könnyebben tudták fizetni. Ugyanabban a házban laktunk tehát, amelyikben pár évvel ezelőtt Veruska meghalt. Most már 2 asszony siratgatott esténként 2 kedves halottat. A tél igen szigorú volt akkor.
s én belső didergéssel gondoltam már a jövő télre, hogy hol is leszek én akkor. Láttam sokszor a bátyámat, mikor hazajött tisztálkodni, hogy milyen csapzott, milyen repedezett mindig a két keze, és hogy milyen szótlan és szomorú, hogy milyen idegenül, milyen magánosan mozog közöttünk, holott otthon volna. Ha egy kanalat a kezébe vett, ha egy csuporból ivott, úgy tette azokat vissza a helyükre, olyan vigyázva, olyan óvatosan, mintha sose fogta volna azokat, mintha nem otthon volna már, csak mint valami vendég, aki messziről érkezett és alkalmasint, még messzebb megy, és nem akarja jó hírét elrontani. Mikor megkérdeztem tőle, hogy miért olyan, mint amilyen, azt mondta rá, hogy a mások asztala majd engem is megtanít. Két hetenként jött haza, s én mindig nagyon vártam, hogy faggathassam afelől a világ felől, ahová egy nyár múltán én nekem is indulnom kellett. Eljött a tavasz. Vége is lett. Az iskolába Seres László tanító úr felszólította az osztályt, hogy aki gimnáziumba akar menni, az álljon fel. 5 koronáért azoknak külön órát ad. Az egész első pad felállott, csak én maradtam ülve, és nem tudom mitől, de az arcom úgy égett, mint a tűz. Otthon még szóba hoztam anyámnak, hogy tán jó lenne nekem is. Ám mint hiába, tudnélik, van az úgy, hogy a kis galamnak kitekerik a nyakát. Vizsga előtt egy héttel anyám, nagyanyám és egy Lévainé nevű asszony összepakoltak, és elindultak kocsin kenészt pusztára kenyeret sütni az aratóknak és a summásoknak. Egész nyárra mentek el. A húgomat anyám magával vitte, az öcsémet elhelyezte egy rokonunknál, engem meg rábízott a nagybátyámra, aki pohos íjésnél volt juhász. Az ő keze alatt bojtárkodott akkor a bátyám is. Vizsga múltával tehát az öcsém elment az említett rokonhoz, én meg mezítlábasan, ingújban, kibattyogtam az íjés tanyára. Jancsi oda volt örömiben, s a nagybátyám is tűrhetően fogadott. Eljártunk legeltetni. Akkor már aradtak a szíkesebb földeken, s a tallókon szép zöld porcsim tenyészett, s virágzott és dús volt a szederinda. Na, ha ilyen itt az élet, akkor Jancsinak nincs oka panaszkodni. Gondoltam, és nagy örömmel néztem az ősz elé, amikor már én is bojtárkodhatok valahol. Egyszer azonban a nagybátyám elhagyott egy kis fosós bárányt messze valahol a búza keresztek közt, és engem elküldött, hogy keressen meg. Mondom, nagy dús porcsin és szederinda volt a tallókon, a kis rossz bárány valahol belebukott. Nem leltem. Jó sokára jött a nagybátyám pulival, s a puli egy-kettőre rálelt. Akkor elkezdett szidni, mint a bokrot. Az anyám lusta istenit hánytorgatta. Már letértünk a tallóról, még mindig mondta. Odaszóltam neki, hogy akkor miért hívott ki, ha még az Istenem is rongy, lusta és haszna vehetetlen. Az arca azonnal veres lett, mint a píp, a bárányt lelökte az öliből, hogy jobban tudjon ütni. Hiába, én szaladni jól tudtam. Egy ideig hajkászott a gyepen, de hogy nem sikerült megfognia, a botját utánam hajította és megütött. Mikor kikészítve ott hagyott a gyepen,
Úgy éreztem, hogy minden tagom külön-külön egy gyerek, kiket külön-külön megzögyögtettek és megvertek. Iszonyúan égett csontjaimon az ütések helye. Feküdtem a gyepen, néztem a kék égbe, hogy ez az a nap, amelyiken átléptem egy világ kapuján, ami Isten tudja majd hogyan, merre, meddig és hova sodor. Megértettem most már a Jancsi szomorúságát és magánosságát. Éreztem, hogy sajgó hátam alatt a gyep két világ választóvonala, s én a választóvonal rosszabbik felén immár csúszok lefelé, le egészen a mások asztalának a kegyelméig, a korbácsok és botok alá. Feküdtem összekunkorodva, és irigyeltem a pulit, hogy jól tud futni, és hogy hamar megleli a bárányt. Jancsi a színvégitől leskelődött arra felé, de nem mert odajönni, szegényke. Az ő csontjai már megsúgták neki, hogy mit lehet cselekedni, és mit nem. Nyöszörögve hánykolódtam még egy ideig ott, aztán felálltam, Jancsinak integettem, és megindultam szalonta felé. Eszembe jutott, hogy rövidesen mit kell elveszítenem, és nagy vágy fogott el, hogy az a hátra levő két hónapot teljesen a magaménak mondhassam. Igaz, otthon csak a bezárt lakás vár, de hiszen ma-holnap magamnak kell megkeresnem a kenyeret. Miért ne kezdhetném tehát már is? Így legalább úgy csinálom, ahogy én akarom. A kulcs benn volt a tanyán, a nagybátyáméknál. Nem mentem vissza érte. Csak el, mennél messzebb jutni ettől a tanyától. Gondoltam, most még lehet. Mire a nap ereszkedett lefelé, én szalontán a Malom utcában sántikáltam a Kósa ház felé. Az utca közepén mentem a porban. Otthon éreztem magam. Az egyik sikátorból három legény fordult a mi utcánkba, három ürüt hajtottak maguk előtt, és utánuk két szuronyos csendőr lépkedett. A fél utca asszonya bámulta őket. A három legény lopta az ürüket, és hogy szégyeljék magukat, az utcán hajtaniuk kellett. A csendőrök mindenütt a sarkukban voltak, s a három legény közül hol az egyiknek, hol a másiknak kiáltania kellett. Három ürű, nem nagy falka, három juhász legény hajtja. Sokáig bámultam utánuk, és sápat voltam, s haragudtam a három legényre, hogy miért olyan ügyetlenül csinálták. A lakásba úgy mentem be, hogy egy vaskóval a pici ablakot addig piszkáltam, amíg belülről ki nem görbölőzött. Aztán bemásztam, az ablakot begörböltem, és aludtam reggelig. Még Kósán is sem tudta, hogy otthon vagyok. Vele másnap megbeszéltem, hogyha keresnek az íjés tanyáról, ne is tudjon rólam. Ígértem, hogy pálinkát veszek neki, mert azt nagyon szerette. Különben ő se sokat tartózkodott otthon, dolgozni járt. A következő napon elmentem a cserépgyárba. Ott már ismertek, s én is tudtam már annak a munkának a miben létét, s nem féltem tőle. Az volt csak a baj, hogy a cserép az ingem elejét és ujját lehorzsolta rólam. Később kaptam észhez, hogy zsákból kötőt csináljak magamnak. Így keresgettem magamnak élelemre valót. Kósánénak is megvettem a pálinkát. Jancsi egy vasárnap hazajött, s elhozta nekem a kulcsot. A másik vasárnap a nagybátyám is eljött a Kósaházhoz, s faggatta Kósánét, hol vagyok. Az azt mondta, hogy nem tudja, nem az ő dolga.
hogy mindig az én sarkamban legyen, pedig én benn voltam a szobában, s dobogott a szívem, hogy majd kiverte az oldalam. S ahogy a nagybátyám elment, csak a kicsi ablak firhangja mögül mertem utána nézni. Miért törődik velem, hogy ha lusta még az Istenem is neki, és megtapos, mondtam Kósánénak. Mikor a cserépgyárban elfogyott a munka, kiártam az állomáshoz poggyás szipelni az utasoknak, és vizet hordtam úri házakhoz az Árdézi kútról. 2 fillérért, 1 kantával. Jó, gyors lábam volt, és sok helyre hordtam vizet. Pénteki nap pedig históriákat és álmos könyveket árultam kinn a piacon a papírosoknak. Vasárnap reggelenként meg egy kövér financné után hordtam a kofák között a bevásárló kaskát. Kerestem. Egy karap néni nevű asszony megajánlott a teniszpályára labdaszedő gyereknek. Ott is kerestem. Ha jó nadrágban voltak az urak, 10-15 fillért is egy-egy délután. Itt a teniszpályán láttam viszont a pántpusztai úr fiát, Zsilinszky Endrét. Az ő labdáját szedtem a legnagyobb igyekezettel. Igen, mert mindig vártam, hogy apám egykori gazdájának a fia egyszer majd markomba nyom egy nagyobb pénzt, mondjuk egy 20 fillérest, hiszen ismerhet, én vagyok a kis sinka gyerek, akinek az apja az ő pusztájukon lett halálos beteg. Természetes, hogy nem ismert, hát honnan ismert volna. Ő is leadta a 2 fillérjét, mint mások. Mit tudta ő az, hogy az én rongyos kis maszatos markom miért áll tovább nyitva előtte? Mit tudta ő még akkor azt, hogy nekem is élni kell? Mit tudta ő azt, hogy én magánosan, a magam erejére támaszkodva élek a porban, a piac kövein, rettenetesen akarva és rettenetesen bátran? És mit tudott arról Szalonta úri népe, a zilahiak, a cseresnyések, a balogok, a balatonok, a sarkadiak és a többiek? Vagy ha tudtak is róla, mi közük lett volna nekik, én hozzám, és hozzájuk, nekem. Anyám természetesen nem tudott arról semmit, hogy én a magam szakállára élek Szalontán. Egész nyáron csak egyszer volt otthon, de akkor se találkoztunk. Pár óra ideje volt csak, hogy az igáskocsi, amivel jött, siessen vissza Kenézdre. Néha nap az öcsém is hazajött a rokonoktól, de mindig megdézsmálta az én keserves krajcárjaimat. Nem hagytam hát megülni otthon, hanem az anyánktól neki kiszabott állapotra visszakergettem. Vasárnaponként kimentem a temetőbe. Sok halottnak, sok sírnak volt vasárnap látogatója. Úgy gondoltam hát, hogy az én apám se legyen ott magában, hozzátartozók nélkül. Volt rá eset, hogy a nagy csend, a fák hűvössége és az ünnepélyes hangulat elaltattak, és nagyokat-nagyokat szundikáltam a fejfatövén. Úgy gondoltam, hogy én a sírnál otthon vagyok, akár a kósaháznál. Megtörtént, hogy sokáig aludtam, már csillagos este volt, és ilyenkor sírokon, fejfákon át bugdosva, rémülten rohantam haza. Csak otthon csillapodtam le anyám holmiát látva a megszokott bútorok között. Arról, hogy gimnáziumba járjak, 100-szor lemondtam már, de azért mindig újra és újra kísértett a dolog, hogy hát ha mégis. Az utolsó pillanatokban, hát ha csuda történik, akkor fogamzott meg először bennem, hogy
ha nekem el is kell mennem bojtárnak, a más asztala mellé kenyérevőnek, de átvájom magam mégis, ha kell, még a sátánok birodalmán is, mégse hagyom, hogy a cipősök legyőzzenek. Nem tudtam, hogy miként és hogyan csinálom, de hogy csinálom, tudtam. S hogy miként csináltam, mégse tudom. Ekképp teltek napjaim vízhordások, labdaszedések és nagy pihenők között. Tudnélik, úgy is volt, hogy pár napig ki sem mozdultam az udvarról. Ilyenkor vagy kimosogattam ruhadarabjaimat, ing és nadrág, vagy a nagy eperfa lombjai közt hűvösöltem. Hatalmas, nagy eperfa volt ez. Galjai átnyúltak a kis nádas ház tetején, úgy, hogy a szomszéd udvarra is hullatta nagy fekete szemű epreit. Kósáné sokszor szitte ezt a szép fát, mert rucája is volt neki, s azok csúnyán lefosodtak a tinta fekete epertől. Valóban, az udvar olyan volt, mint valami kubista festővászna. Szóval, szép nagy eperfa állt az udvaron. A fél udvart beborította, s amint mondom, még a házat is. Nagyon szerettem a tetejében tanyázni. A hegyén, ott, ahol legjobban lengett, a lomb között valóságos fészket raktam magamnak. Galjakat kötöztem ott össze, és rozzsákból, rongyokból olyan alapot csináltam magam alá, mire összehúzódva ráfekhettem. Olyan sűrű volt a lomb a háztető iránt, hogy nem lehetett a kis fészket észre se venni. Még tetőt is feszítettem a fészek fölé a galjakra. A tornácon egy negyedrész rossz fekete szűr hányódott. Kutyavacoknak azt vittem fel. Azontúl az volt az én kedves tartózkodási helyem. Oda hordtam fel históriákat, paritját, gyümölcsöt, kenyeret, golyóimat, gombjaimat és első nagy kincsemet, egy birkapergőt. Én onnan nagy darabon minden udvart beláttam. De engem nem látott senki. Oda bújtam el, ha szomorú voltam, oda mentem, ha örömért, s ha nagyobb kölyök meghajkászott, onnan paritjáztam rá. Sok olyan dolgot láttam én onnan a fészekből, amit az alacsony földről nem láthattam volna. Láttam, hogy Lézinger boltos veri inasát az udvaron, hogy üti, és a csirkeketrec és hordók közé szorítja, hogy a szomszéd ház pitarában a fiatalasszony csókolódzik, hogy az öreg császár ül az udvarán egy nagy fatönkön, és avas szalmakalapjával veri a legyeket, hogy özvegy Csete István lép ki a kamarából, kezében egy nagy darab szalonna, viszi a kert hátuljára, hogy kinek szánta, ma sem tudom. Ezeket én mind csendes nyári délutánokon láttam, mikor nem voltam oda labdát szedni, se vizet, se poggyászt hordani. Csak az én pici tornyaimat nem láttam innen. Messze voltak, s oda nem ragyogtak. Hogy néha pálinkát vettem Kósánénak, én is rákaptam. Jó volt a pálinka, mert nem éreztem tőle a magánosságot, és bátorrá tett kenyérkereső utaimban. Ezt el is mondtam Kósánénak, de ő bizony nem nagyon helyeselte. Azt mondta, kicsi vagyok én még az ilyen bátorsághoz. Általában Kósánéval megértettük egymást, de azért nagyon vigyáztam a kulcsa, nehogy a kezibe kerüljön, mert nem akartam, hogy bele durkásszon anyám holmiaiba. Igaz dolog az ugyanis, hogy aki iszákos, könnyen kotoz a máséban annak a keze. Én nem mondom, ittam akkoriban néhány korty pálinkát,
De azért senki vagyonában nem kotoztam. Annyiba ér csupán miatta, hogy egyszer kiestem a fészekből. 7 krajcár ára pálinkát hoztam egy este, a Kósa néni kisüvegibe, s én is kortyintottam belőle. Úgy másztam fel az eperfára. Ott volt a kulcs, azért kellett felmennem. Ott aztán a jó kis fészkemben elálmosodtam, s el is aludtam. Arra ébredtem, hogy ropog, zúg az egész fa, a gajakat a szél veri a háztetőhöz, az én fészkemmel együtt. Villámlik, dörög az ég, és ömlik a zápor. Semmi mód nem volt rá, hogy lemásszak a fáról. Nem is kellett. Úgy vágyódtam ki a fészekből a háztetőre, mint a kopasz veréb. A tetőn valahogy megkapaszkodtam és felültem. Ez volt a rossz. A sipákoló, hánykolódó gajak lesöpörtek a szomszédba, a csókolódzó fiatalasszonyék udvarába. Nyögve, sántikálva, facsaró vizesen másztam aztán onnan át a mi udvarunkra. A kulcsért csak másnap, ragyogó délelőtt másztam fel a fára. Nem leltem. Ki tudja, hova hajította el a zivatar. Lassanként eljött szeptember vége, anyám hazajött, a ruhám megfoltozta, és elállított Farkas Istvánhoz bojtárnak. Nem történt már semmi csoda. A cipősök és az én utaim elváltak. Szent Mihály napján szolgálatba mentem. Nem vittem magammal mást, csak a rajtam valót, meg egy botot. Anyám ígérte, hogy csizmát vesz nekem, mire nagy lesz a dér. Falkást októberben katonának vitték, sejette lesitódor lett a gazdám. Kicsi, görbe, sárgafogú ember volt, a száját nyitva tartotta, s előre dűlő fogaival úgy látszott, mintha mindig nevetne. Bizony pedig nem sok nevetni valója volt neki. Az élet már jól elfutott fölötte, válla előre hajolt, mindig a földre nézett, mintha a sírját keresné egyre. A sírt, ami megszünteti a hatalmat és feloldja a szolgaságot. Maga mellé vett hát lesitódor, s kimentünk kocsordosra legeltetni az őszi tallókra. Nagyon szép, ragyogó ősz mutatkozott akkor, a tallók virágoztak, szeder rengett, és mégis szomorú voltam. Nem találtam fel sehogy se magamat. A Malom utca megszokott levegőjéből filléreket juttató kis munkáim mellől, a kósaház eperfájának ringatásaiból hirtelen oda kerültem egy vén, elnyűlt, mogorva ember mellé, aki úgy vakkangatja szavait felém, mint egy öreg kutya. Az ilyen vakkangató hangoktól mindig megdiderektem, most siratgattam már apámat, hogy meghalt. Ha élne, mellette lehetnék bojtár, gondoltam reá. Az első vasárnap úgy mentem haza, mint aki nagyon régen távozott onnan hazúról. Otthon szinte körülfogdostam minden tárgyat, hogy bizonyos legyek afelől. Élek. Itt vagyok, s az ivó szilkém az enyém most is, nem távolodtam el tőle. Este felé anyám eljött velem a gazdámékhoz. Ott a hátamra kötöttek egy nagy kenyeret, mellé szalonnát, s indultam vissza kocsordosra. A kenyeres zsák majdnem a sarkamig ért, húzta a nyakamat, nehezen haladtam. Itt-ott már csillag volt, amikor kiértem, s az öreg lesi összeszidott. Másnap ő ment haza, és este felé komótosan előballagott.
úgy osztotta be a dolgot, hogy a kenyeret mindig én vittem ki hetenként, ő csak a botját hordta. Nagyon nehezen teltek a napok. Az öreg nem szerette, ha szólottam hozzá. Azt mondta, hogy ne fecsegjek neki, nem kíváncsi rá. Eltelt néha két nap is, hogy kettőt se szóltunk. Minek beszélni, abból nem él meg az ember. Így aztán ő is élt magának, én is éltem magamnak. Rájöttem, hogy csak ugyan így a jó, azért mégse gondoltam, hogy ilyen lesz a legelső gazdám. A bojtárkodást is másként képzeltem, s ez az ősz is hazudott. Elmúltak hamar a ragyogó napok, felleges és szürke lett az ég, az eső esett. A tollók feláztak, és éjjel-nappal térdig sáros voltam, csatakos, mint egy kis kölyök buli. S elázott kis rokkomban, a sáros tallóra feküdni bizony még újdonság volt előttem. Valóságos ünnep volt, ha egy kínfelejtett szalmabogja tájára tévedtünk este, s abba belebújhattam. Az öreg könnyen beszélt neki, erős, szűre és bundája volt. Anyám nekem is megígérte, hogy az apám szűrét majd elkapom. Az idő szerint a testvérem Jancsi használta, s nem juthattam hozzá. Egy pár hétig küszködtünk még kinn a sáros tallókon, a gazda és a csőszök már morogtak, hogy összetaposjuk a számtóföldet. Vaduljunk onnan. Bizony, sokat diderektem akkor tájban. Úgy elelfáztam az örökös esőben, éjjel-nappal, hogy még az ennivaló se kellett. Köhögtem szakadatlan, és gyűlöltem gőzölgő vizes gúnyáimat. A lábom egész nap sárpapucsot hordott. Lábujjaim kiáztak, meggémberedt. Olyanná váltam, mint veszett csóré varnyú, akit elejtett az idő, és nem törődik semmivel, csak a mezsgye gazza mellé bújhasson. Ilyen formán mutatkozott be előttem a bojtárkodás. Annál keserűbb volt a dolog, mert tudhattam, hogy nekem a gimnázium padjaiban is helyem lehetne, hiszen minden észbeli jogom megvan hozzá. Fájt, hogy a sors emellé a mormogós ember mellé adott, akit elnyűtt a szolgaság, örömei eltűntek, s nekem se mosolyt, se reményt nem adhatott. Alig vártam, hogy rám virradjon az a nap, amikor otthagyjuk azt a sáros virágot. Végre az is eljött. November vége felé felkerekedtünk kocsordosol, és kimentünk geszt alá a vakréti nyomásra. Akkor kaptam el az apám szűrét is. Jancsinak újat vettek. Még csak a csizmám hiányzott. Vakréten valamivel jobb az élet. Gyepföldön legeltetünk, s a lábamot nem marta ki a hideg sár. De azért sokszor könnyes volt a szemem, mert bizony a gyepföld se melegített. Úgy segítettem magamon, hogy nagyokat szaladtam, aztán leguggoltam, és jó hosszú szűr alját a talpam alá gyűrtem, s ez némileg megenyhített. Bizony, meg-megátkoztam a világot, és haragudtam amiatt, hogy a jóisten urakat és cselédeket teremtett. Az átkon kívül azonban az öreg Lesi megtanított másra is. Reggel, amikor felkeltünk, és már feljött a nap, meg kellett nekem is mosakodnom, s vele együtt kelet felé fordulva imádkoznom. Rongyos nadrágban, az apám rossz szűrében, mezitláb. Ajánlom ezt az életet, s az ilyen téli imádkozást. Jó egy pár embernek, nem csak azért, mert nagyon rájuk férne,
hanem azért is, hogy ismernék meg egyszer a magyarok istenét. Az öreg Lesivel addig-addig imádkozgattunk, hogy megjött az első hó. Először csak esővel vegyest, aztán nagy pelyhekben tisztán csak hó esett. Hála Istennek, gondolta, most már haza kell mennem, s addig nem is jövök ki, amíg csizmám nem lesz. Ez ellen az öreg Lesi sem tudott semmit sem szólani, bár igaz, hogy úgy, ahogy leesett a hó, el is olvadt, nagy pocs lett belőle. Kaptam hát magam is, egy irányba vettem az orrommal a szalontai tornyot. Áldottam az első havat, s a nagy futásban egészen nekihevültem. Otthon anyám már várt, tudta, hogy biztosan megyek. Egy pár új csizmát állított elém. Azonnal a lábomra húztam, és abban a pillanatban úgy gondoltam, hogy ez az egy pár csizma felér egy gimnáziummal. Akkor este jó, meleg étellel telehettem magam, s a kiságyban úgy aludtam el, mint a kicsi bárány, ha tejjel jól lakik. Vakréten addig maradtunk kinn, amíg a hó komolyan le nem esett. Falkás akkorra a két hónapos katonáskodásból hazajött, s átvette a vezetést. Akkor az öreg Lesi meg szedte a sátorfáját, és ment, amerre a sorsa vezette, a maga útján.